Szép jó estét mindenkinek! Megköszönöm Bara elemi erejű bevezetőjét. Önminősítés és tisztánlátás, azonos vagy különböző. Tehát ha tisztán látsz, akkor mentesülhetsz az önminősítéstől, de hogyha a tisztánlátással összefonódnak a gondolataid és az érzelmeid, akkor a kékszakálú herceg összes vára nem elég ahhoz, hogy a személyiségednek a szobácskáit így tarabonként kinyisd. És azért fantasztikus kezdőgyakorlótól bevezetőt hallani, mert még csak alig kezdte el nyitogatni a szobákat, sőt, van, ahol dörömböl a dinoszaurusz kifelé. Úgyhogy nagyon fontos azt látni, hogy minden fázisa kincs a gyakorlatnak. Ha jól érzed magad, ha nem. Ha úgy érezted, hogy kibontottad a legrosszabb csomagot, amit kézbesíthettek neked, vagy kinyitottad Pandora szelencéjét, vagy pedig éppen a nirvánába simogattad magad valahogy. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a karma összes formációja mulandó, feltételekhez kötött, és tökéletlen, befejezetlen. Tehát pont az, amiben pont az, ami a létben először fáj nekünk, hogy mulandóak vagyunk, hogy tökéletlenek, hogy, hogy feltételhez kötöttek, függők vagyunk. Pont az, ami a gyakorlatban segít minket. És ehhez kell az a szemléletváltás, amire már úgy elég költőjen, légiesen kezdtünk rálátni. Van-e valakinek kérdése? Bármilyen? Én ilyen nyugati Katolikus nevetetésben részesültem, mint hát gondolom sokan mások. És a karma kifejezése számomra nagyon ilyen hiánypótló volt, ezt főleg itt tanultam meg. És amikor ezt a felfedezést el akartam mesélni a barátaimnak, akkor nem nagyon tudtam. Úgyhogy arra szeretnék kérni, hogy így frappánsan el tudnád-e mondani, hogy mi az a karma? Mert van róla egy ilyen intuitív megértésem, csak így nem nagyon tudom definiálni. Ok és okozat? az ok és okozat ismétlődése, azoknak a szokássá tömörülése, a szokásokkal való azonosulás, az azonosulások személyiségjegyekké való összeállása, ezeknek egy személyiségé való összeállása, a személyek családdá, csoportá, társadalomá való összeállása. Ez mind karma. Tehát van egyéni karma, van csoportkarma, van múltbéli, jelenbéli, jövőbeni karma, érzelmi, értelmi, beszédbeni, cselekedetbeli karma. És a keleti tanok azt tanítják, hogy ne azonosulj ezzel a karmával, hanem lásd és használd helyesen. Hát nyugaton azonosulunk ezzel, és azt mondjuk, hogy ez én vagyok, és akkor én védkes vagyok, vagy én erényes vagyok. És pont ez az azonosulás az, ami a javítás lehetőségét vágja el hogyha nem szállsz ki az autóból, és nem hagyod, hogy a szerelő dolgozzon rajta, akkor addig mész az autóval, amíg egyszer ki nem esik a féltengely, vagy elromlik, és akkor aztán rajtad van a felelősség, hogy megjavítsd, holott nem is értesz hozzá. Ez hát azért kell, és érdemes ilyen helyekre jönni, ahol egy kicsikét az azonosulás megszűnhet. Ahol a forma, a környezet, a gyakorlat biztosítja azt, hogy ráláthass -e erre a karmára megszabadulhass ettől a karmától, átalakíthassd a karmádat, és utána helyesen használd a karmádat. Tehát ez az öt pont a zen körön. Amikor bejövünk, akkor elképesztően azonosulunk vele. Fáj is. De már nem pótszereket használunk, és nem valami gyors, édes vigaszt, hanem az igazi gyógyszert keressük. A szenvedés megszüntetésnek azon útját, amely nem termeli újra a szenvedést. És akkor megtudjuk, hogy a karma hogy működik, elindulhatunk a tapasztalás útján, megszabadulhatunk a karmától, a ragaszkodástól, az azonosulástól, és utána átalakíthatjuk ezt a karmát, és felhasználhatjuk helyesen minden lény javára. A látás és a minősítés szavakat említetted, és nekem az lenne a kérdésem, hogy látás és a minősítés azonos vagy különböző, illetve a segítség hogy jön a képben. Tehát ha látom magam, vagy látom, hogy más mondjuk éppen nem egy barangy, de ő azt gondolja. Ez már minősítés részemről. És már egy picit talán még fölé is helyezem magam titkon, hogy én látom, hogy ő nem egy varangy, és szeretnék neki segíteni. De ilyen esetekben hogy lehet segíteni, hogyha például valakinek az önképet, mondjuk biztosak vagyunk benne, amilyen nincs, de azért mégis azt gondoljuk, hogy ezen lehetne segíteni. Illetve nem, hogy lehetne segíteni, hanem, hogy nem az, nem az van, mint amit gondol, de ragaszkodik hozzá. Mit lehet? Tenni? Mi az, ami belőled ránéz a másik emberre? A tisztánlátás vagy a minősítés? Ez már meghatározza, hogy tudsz-e neki segíteni, vagy Ezt el? honnan tudja? Hát magadból. Hát hogyha magadat minősíted, és a másikat minősíted, akkor ez néz ki belőled. Ha meg tudsz tisztán maradni a gondolkodás előtti állapotban, a dualizmus előtti állapotban, akkor nem minősítesz, akkor tisztán látsz és azzal tudsz segíteni a másiknak. Tudod, milyen gyógyító ereje van annak az együttérző figyelemnek és hallgatásnak, amiből a másik, a szenvedő, a beszélő, a megnyilvánuló érzi, hogy úgy látják őt, ahogy van. Még csak nem is úgy, ahogy ő látja saját magát. Nem annak, aminek ő tartja magát, hanem úgy, ahogy ő valójában van. Ez a látás az, amely gyógyít. Más nem. Néha a szavak sem. A tettek, hoho, -ho, vigyázzunk. Tehát lásd magadat is minősítés nélkül tisztán, akkor a másikat is úgy fogod, és hogyha ez átmegy, ennek gyógyító ereje van. És még picit hozzátennék, ha a két látás között konflikt erekedik, és dönteni kell, hogy melyik látást, tehát hogy mi segít. akkor? Ilyenkor mi? muszáj visszatérni a meditáció tiszta technikájához, mert ezért van. Tehát ezért van az, hogy elmondjuk, figyeld a teret, figyeld a hangot. Nem dönteni kell. És akkor melyiket szeressem? Mi helyt a döntéshelyzet fölállt, már helytelen tudatformák vannak. Azon nyomban. Azon nyomban kész vagy arra, hogy duálisan létezz. És elvágd minősítésre és tisztánlátásra az egészet. Tehát tér vissza a gondolkodás elé, a döntéshelyzet elé, tehát a mantrához, a tiszta térhez, a kérdéshez el fog tűnni a döntéshelyzet. Naponta többször elhangzik tőlünk az a fogadalom, hogy a szenvedélyek kötelékei sokfélék fogadjuk, hogy mintől megszabadulunk. És konkrétan milyen szenvedélyekről, illetve mi ez a sokféleség, hogyha erről beszélnél, kérlek. Eddig te mind dolgoztál? Nem tudom megnevezni. Sokfélék volt. De akkor mi szükség van a szenvedéről szóló kérdésre egyáltalán? Mert látom, hogy sokan szenvednek a szenvedélyekkel. És te nem? De hogy nem. Hát Dehogy ez közösségi szemvetsz? kérdés. Ettől nem szenvedsz. A saját kérdésedet tett fel. De tényleg érdekel, hogy konkrét. Tehát Engem itt is a kilészákról mondtam, beszél. Hogy mitől szenvedsz? A kilészákat tartalmazza ezek a szenvedélyek, vagy nem? Tehát, hogy így most kicsit elméleties a kérdés. Ha gondolkodsz a tudati akadályokról, megszaporítod őket és megerősíted őket. Ha visszatérsz a gondolkodás elé, akkor megszünteted azt a folyamatot energetikailag és tudatilag egyaránt, amely az akadályokat újra termeli. Az akadályokra adott reakció a yang típusú a szenvedély, a yin típusú a félelem. Az egyik depresszió és hideg, verejtékes lebékjózódás, a másik pedig tüzes, mennybe menetelszerű és zuhanásszerű folyamat. Nem újabb elméletekre, módszerekre és struktúrákra van szükség, hanem vont ki azt az energiát a karmából, azt a tudati, azt mondanám, lelki töltetet, amitől az éget szenvedtet, vagy fagyaszt és szenvedtet. Lásd meg, hogy hogyan tartott fönt, és szüntesd meg annak a fenntartását. És akkor megszűnik a különbség lényegileg ember és ember között, mert látod, hogy mindannyian ugyanazzal a lényeggel bírunk, de különbözőképpen viszonyulunk a karmánkhoz, mert más és más karmánk van. Ez az együttérzés alapja. Mindannyian megszületünk, felnövünk, megöregszünk és meghalunk. Mindannyian kívánjuk a boldogságot, és el szeretnénk kerülni a szenvedést mindannyian elképesztő traumákon, akadályokon és pozitív, boldog időszakokon megyünk keresztül, és nagy nem tudjuk, hogy miért, és azt se tudjuk, hogy hová. Nagyon sok közös van bennünk, mint emberek, és mégis rendkívül egyéniek és individuálisak vagyunk, felcserélhetetlenek, pótolhatatlanok. Úgyhogy a bölcsesség és az együttérzés az, amely igazából segít, és akkor... Úgy tudunk gyakorolni, hogy egyszerre segítünk magunkon és másokon. Egyaránt. És ez az en. Mindenkinek vannak szülei, és én az enyémekről látom, hogy lassan-lassan, napról-napra gyilkolják magukat. Tehát semmit nem tesznek azért, hogy egy, fenntartsanak egy testi és egy lelki egészséges életmódot. Így látom én. És uh, sokszor említett, hogy a, a gyerek nem taníthatja a szülőt, csak nagyon kivételes esetekben. Nem hiszem, hogy én ezekhez tartozom, és szeretném felhívni esetleg a figyelmüket, vagy esetleg óvatosan, érzékenyen elmondani nekik, hogy vagy valamit kellene ezért tenni, mert, mert előbb-utóbb mi kell segítsünk rajtuk, és, és nem mindegy, hogy ez mikor kezdődik el, és nem önzőségről van szó, vagy személyeskedésről, de tehát értük is, meg róluk is van szó. Tehát nem, nem tudom, hogy hogy lehet ezt nekik elmondani, úgy, hogy ne sértsen meg őket, ne, de nem akarok okosabb lenni náluk, és nem akarom kioktatni őket, de mit lehet tenni ilyenkor? Fel lehet tenni lágyan és együttérzően nagyon súlyos kérdéseket. Tehát, hogy mit szeretnének kezdeni a fizikai állapotukkal, amely elkerülhetetlenül hat a lelki állapotukra is, hogyan tudnál nekik segíteni, és következetesen és kategórikusan visszautasítani minden olyan változatot, amely nem Megoldás. És közben el kell tudni fogadni, hogy csak kérdéseket tehetsz föl, javaslatokat fogalmazhatsz meg, és igazából uh, nem várhatod azt, hogy a szüleid ezt elfogadják és kövessék. Azt viszont várd el magadtól, hogy nem követed a szülői mintát. Ez sokkal nehezebb, mint gondolnád. Tehát nem véletlenül születünk olyan helyre azokhoz abban az időben. És nagyon meghatározó, a szülői minta, főleg az azonos nemű szülő mintája. És rengeteget kell dolgozni azon, hogy ne azt kövesd. Tehát nagyon mélyen, az arhetipusok szintjén kódolva van a tudattalamba hasonló karma, mint a szüleidé. Azért születsz oda. Ez aktiválódik benned a felnövekvés során, és ez az, amelyet szembesülnek a szülők a nevelés során, mintha magukat élnék újra, egy részüket, a személyiségük egy hatalmas, új változatát, ahogy nő a gyerek. És ez a külső szembesülés elkerülhetetlensége. Na most, ha ezt meghaladod és belül szembesülsz először, hogy neked mi a dolgod, azt, ha magadban feloldod, akkor már nem pusztán lányként, gyermekként, utódként fogsz a szülőkhöz viszonyulni, hanem elindulhatsz a tanító és gyógyító úton, de ahhoz először magadban azt a karmát meg kell látni és fel kell oldani, amiért a szüleidhez születtél. Ekkor leszel családtag ugyan, de karmikusan már nem azt az ösvényt követő ember. És ekkor kerülhetsz olyan pozícióba, hogy már a lelkük mélyén érzik a szülők, hogy na, ez a gyerek már más. Egyrészt felnőtt, meg tényleg más utat jár, lehet, hogy másképp látja. Tehát nem tudok fölébe kerekedni, nem tudhatom nála jobban. Ez eljöhet, de elég kicsi a valószínűség. Próbálok így élni, és Tehát tényleg próbálok ezért én nap mint nap tenni. De egyszerűen érzem, hogy nem lehet felülírni azt, amit, amit ők tesztek. Tehát nem, nem lehet nekik, hogy se konkrétan, se árnyaltan Megmondani. Dolgot. Akkor ne tedd, Akkor dolgoz magadon. Fejleszt ki azokat a minőségeket, amelyektől majd lehet. Felfedeztem azt, hogy ha valakitől a munkám során, vagy akár itt a gyakorlat során szeretnék kérni valamit, amin szeretném, hogyha változtatna, akkor. Feszültséget érzek magamon ennek a közlésénél. Egészen konkrétan így az ákapcsomban, hogy ezt közölni kell. Tehát van egy ilyen lefagyás, ami tart egy pillanatig, és egyre finomabb, érzem ezt húsz éve, de egyre finomabban érzem, és egyre jobban megpróbálom elkapni, hogy ez vajon attól van, hogy nem megfelelően próbálom ezt a dolgot kommunikálni, vajon attól van, hogy ezt egyáltalán megpróbálom kommunikálni vagy pedig a, a célszemélytől jön vissza valami fajta olyan energia, vagy nem tetszés, nem tudom, hogy ez miből adódik, ami ezt okozza. Megfigyeltem a, a munkám során, hogy azonos kollégáimnál valakinél ez intenzívebb, ez a lefagyás, és van, akinél pedig kevésbé hogy ezt, én generálom, ezt a dolgot, ez egy közös dolog, tehát én belőlem is jön és visszafele is, vagy pedig ez egy félelem, és igazából a, a másikból jön egy, egy olyan energia, ami ezt megpróbálja elutasítani. Ezt a Megfigyelted a kérdésedet, hány kétség volt benne? Én leálltam a tizediknél. Amikor ennyi kétséged van, akkor az álkapocs nem tudja, hogy merre mozogjon hogy lemozduljon, vagy föl, jobbra, vagy balra, kinyissam a számat, vagy nem. Hát, ha nem tudod határozottan és egy pontúan, hogy akarsz beszélni, vagy sem, akkor a belső kétségek és a megfontolások özönne tényleg rángatja az embert, ha az izomtónusát nem is, de az elhatározását biztos. Tehát ha visszatérsz a tiszta tudathoz, akkor abban a tükörben látszik, ahogy szoktuk mondani, a helyzet, a kapcsolat és a teendő. Tehát milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatban vagy a többi emberrel, és hogy az-e a dolgom, hogy megmondjam neki, hogy kérjek tőle ilyesmit, amit mondtál, vagy sem. Le kell egyszerűsíteni. Ha ennyire bonyolultan tartod, nincs megoldás. Tehát például itt nagyon egyszerű a dolog, mert ki van írva három nyelven, hogy csend. Tehát az álkapocs ellazul, szív megnyugszik, és hogyha intenzív osztály kell, bejössz az irodába, esetleg együttérzően galéron ragadod azt, akivel problémád van, és behozod. Ez így megy. Na de a mindennapi élet, ugye, az már nem ilyen. Az már egy kicsit bonyolultabb, és nézhetünk mi ártatlanul és szépen a világba, de akkor se tudjuk eldönteni, hogy szóljak-e vagy sem. Tehát mi az alapja a beszédnek? Ez fontos. Tehát benned milyen energia indítja a beszédet? Honnan jönnek a szavaid? És ez az, ami hatni fog a másikra, nem pedig a puszta verbalitás. Szakmai gyakorlat, újságáros. Jó napot! Kérek egy hírlapot! Hírlapot? Hírlapot? A hírlap elfogyott? Elfogyott? Jó napot! És ezt ezerszer. És mindig másféleképpen. És mindig másképp színezed. Fantasztikus dolgok derülnek ki, röpke egy óra alatt, hogy milyen érzelmekkel tudsz dolgozni, honnan jöhetnek a szavak. Úgyhogy mi az, ami belőled tényleg megszólal? Ez a belső helyzet. A külső helyzet az az a környezet, ahova ez kimegy. És a kapcsolatról, meg a tendőről beszéltünk az előbb. Ezért kell visszafele menni egy kicsit, belülre nézni, és megnézni, hogy valójában mit teszel a beszéddel. Vagy a beszéd hiánya mit eredményez. Kicsit idegenkedek attól, hogy kóreogyul énekeljek olyan tartalmakat, amikről pontosan nem tudom, hogy mik. Ez szemben sokat zenélek, és úgy gondolom, hogy hasonló igényel, mint ami a mantrának is a feladata lenne, vagy azzal a hozzáállással, tehát, hogy a hangok csendesítsék el a gondolatokat. Mi a különbség így egy idegen nyelven, számomra idegen nyelven kántált szöveg éneklése közbeni vagy hatása, rám gyakorolt hatása, és és egy egyszerű pentatondallam recitálása között. Emlékszel arra, amikor úgy olyan két évesen elkezdtél gügyögni, beszélgetni, tehát megtanultál magyarul. Az nem volt idegen? Hát anyuka és apuka azt beszélte, de neked az teljesen új volt. Forgassuk vissza az időt, olyan 1700 évet, és... Gondoljuk el, hogy a kínai nyelvű szutrák elindulnak Koreába, lóháton, tarisznyában, ahogy ment, tekercsek, kínai karakterek. És a koreaiak a több évezedes kultúrájukat elkezdik arra használni, ugyanis már ismerték a kínai karaktereket, hogy szutrákat olvassanak. Utána elkezdték recitálni, utána átírni koreaira több évszázad alatt. Most már eltéphetetlen kötelékfűzi őket hozzájuk, a kultúrájuk teljesen szerves része. El lehet érni a gondolkodás előtti tudatot úgy, hogy az ember zenél. Ez világos. De egészen más a hatás akkor, amikor mondjuk egy 1500 éve recitált mantrát az ember úgy a szívében meghonosít, megszokja, megismeri, esetleg megszereti. Tehát leküzdjük azt az akadályt, amely az ismert és az ismeretlen között van. Megismerjük. Meglátjuk, hogy mire jó. És akkor már megszokott lesz. Szeretett is lehet. És egy olyasféle hatása, energia lenyomata, tudati, tisztító ereje lehet, amely felcserélhetetlen. És akkor az ember néha könnyű zenél, és néha mantrázik egy jót. És a kettő nem ugyanaz. Jó. Egyébként. Azt szeretném kérdezni, hogyha elcsúszik ez a három dolog, helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolatteremtés, helyes cselekedet. És mondjuk egy poén vagy egy anyázás közepén egyszer csak felébredek hogy nem ez a helyes kapcsolatteremtés, avagy cselekedet akkor, akkor annak a közepén mit tegyek? Vagy mi, mi, mi Esetleg ez? újraindítod a mondatot, futsz egy újabb kört, megállítod a filmet, vagy pedig már tudod, hogy valaki a válladra teszi a kezét és megkérdezi, hogy te voltál. már nem lehet visszavonni. Igen, de bocsánatot lehet kérni. Egy picikét meg lehet másítani az újabb kijelentést, hogy ne ugyanazt hoz létre. És ugyanebből a hármasból mondjuk a helyes a helyzetfelismerés nem vezet helyes kapcsolatteremtéshez. Kapcsolati hát, tréning szükséges. Félelem, Félelemmentes kapcsolati tréning szükséges. Tehát fel kell ismerni, hogy benned mi van, a másikban mi van, és hogy mi ez a frekvencia, amit meg akarsz nyitni a másik felé. És ahogy úgy idősödik az ember, egyre több frekvenciát lát, és egyre kevesebbet nyit meg. És akkor egyre félelemmentesebb a dolog. Úristen, mit fog válaszolni, ha én azt mondom, hogy? Hát mondjál olyat, amiben nincs ilyen probléma, valami egyebet. És akkor szép, lassan, nyugodtan. De hát ehhez kell az a kapcsolati tréning és érzelmi intelligencia, amely bizonyos tapasztalás hiány nincs meg. És vagy belül növeled a tapasztalatok számát, és látod azt, hogy mi mozgat vagy pedig kívülről állandóan a faladja a másikat, hogy szerettek, nem szerettek, simogattok, üttök, stb. stb. Ez az, ez az, ami óriási választási lehetőség, hogy a mentális belső realizáció sebességével és eszközével haladsz, vagy pedig megvárod, sőt, kiprovokálod, hogy a külvilág tanítson. És lehet, hogy még azzal is harcolunk, hogy nekem akkor is igazam van, és én akkor is helyesen beszéltem, és én az írások szerint jártam el, és nekem akkor kötelességet, hogy tatatara. Ta, ta, ta. Na, ezek az elhárító és védekező mechanizmusok a létrontás és önsorsrontás legfőbb eszközei, mert gátolják a helyes helyzet felismerést, és gátolják az igazi bizalmi alapú őszinte kapcsolatteremtést. Úgyhogy nem félni kell, látni kell. És hogyha hibáztunk, akkor javítani. Egyszerűen. Tisztá. Arra Jó. szeretnélek megkérni, hogy a hazudozás belső okairól beszéljél A hazugság az a szó és a valóság szétválasztás. Legyen az gondolatbéli, érzelembeli és cselekedetbeli. És ezt mindig valami miért tesszük. És ennek a legfőbb oka az, hogy nem hisszük el a valóságot. És azt hisszük, hogy majd szóban egy kicsit javítunk rajta kicsikét megszínezzük, megfestjük, hogy hihetőbb legyen, jobban eladható, és a többi. És szétválasztjuk a virtuálisat és az aktuálisat. Szétválasztjuk a lehetségest és a szükségest. Sőt, szétválasztjuk a magunkat és a másikat. És akkor szétesik a gondolkodás, érzelem, beszéd és cselekedet négy nagy személyiség területe amely extrém esetben dezintegrációhoz vezethet, és ezt nagyon sokféleképpen szokták gyógyítani az emberek. A mentális eszközök mondjuk a narcizmus, a mániákus depresszió, bipolaritás, egyebek, amivel kétségbe esetten próbálnak a kétségek között hidat verni. A valóság és a virtualitás vagy a hazugság közötti szakadékot valahogy betömni. Ha nem térünk vissza az állandó hazugsággyártás elé, akkor soha de soha nem fogjuk ezt a részt betömni, mert ez feneketlen, a szokásaink újra termelik. Tehát nincsenek önmegvalósító proféciák. Vannak fogadalmak. Nincsen alternatív realitás, de vannak kitűzött célok, amiket megvalósítasz, amivel egy új világot teremtesz. Tehát a hazugsággal nem az a baj, hogy elkapnak ugye hamarabb, mint a sántak kutyát, és akkor szégyenkezünk. Egyébben a létrontásnak és a léthazugságnak az alapeleme az, hogy elkezdünk magunknak hazudni. És a legelső és legnagyobb hazugság a külön a külön önkép legyártása. Azért az önkép, amely radikálisan különbözik a saját önvalók tapasztalatától. Az ékék, a fűzöld, ha valaki éhes enni adok neki, szomjas inni adok neki, ennek a tapasztalatától nagyon különbözünk. És a léthazugság az sohasem úgy jön létre, hogy az ember úgy szándékosan, úgy, úgy eltagadja az igazságot. Hanem szokásból, a magunkkal hozott karmából és a környezetből egyszerre. És ezért olyan nagy munka visszatérni ahhoz az igazsághoz, amely nem köthető a szavakhoz amely egyszerű és tiszta, és megnyilvánul ebben a pillanatban. Amikor ezt megtesszük, akkor tisztul le az élet. Előbb nem. Minél bonyolultabban, minél körmönfontabban keressük az igazságot, annál messzebb megy. Tehát a hazugság megállítása legelőször belül a magunknak való hazugság megállítása és ennek a legalapvetőbb mozdulata az, hogy szűj meg állandó önképeket, önminősítéseket és egyebeket gyártani. Mert ha belét mar, akkor sem igaz. Ha belehalsz, akkor sem igaz. Tehát mit látsz ebben a pillanatban? Mit hallasz ebben a pillanatban? Mit csinálsz ebben a pillanatban? Kiül veled szemben ebben a pillanatban? Ez az igazság. Amit magadról gondolsz, az nem. Mihelyt elgondoltad, már dobhatod is el. És ha elmerjük dobni, hogyha megszűnünk önképet gyártani, akkor tudunk az önvalónkhoz visszatérni. Úgyhogy ilyen messzire futhat az a kutya, ha nem sánta. Én azt szeretném kérdezni, hogy mondta nekem olyat, hogy még hányszor boruljak, vagy, vagy én fizikailag nem tudok úgy leborulni, hogy. de belül le tudok borulni. Azt ennél jobban, hogy csináljam. Nem, Nem kell kérteszi. ennél jobban csinálni. Meg kell tapasztalni a leborulás igazi eredeti értelmét. Az az, amikor a szubjektum, az énség teljesen eltűnik, és a buddha természeted emelkedik ki, és az a legfontosabb. Tehát a tisztánlátás, tisztánhallás, a tiszta helyzet felismerés, kapcsolat, teremtés, cselekvés, önzetlen segítség. Ezek azok a minőségek, amelyek önkéntelenül is kijönnek a leborulás során. Úgyhogy nem gondolkodsz közben. Nem mondasz magadnak semmit. Még csak nem is mantrázol, csak teszed, csinálod, és a leborulás kihozza belőled azt, ami a legmélyebben emberileg ott van. És hogyha nem lett volna ilyen tapasztalata, számos földrész, számos kultúrájából érkező, nagyon-nagyon különböző karmájú embereknek, akkor azt mondanám, hogy persze, valami zen teória. Évekig csináltuk, csináljuk, és csinálni fogjuk. És általános tapasztalat, hogy a maga a mozdulat, akár fizikailag, akár mentálisan következik be, hogy a buddha természet, a felébredett tudat a legfontosabb. Az ebből következő minőségek az irányadóak, ez az, ami működik. Univerzálisan és mindenkiben. Úgyhogy az leborulás eredeti értelme és működése ez. Az teljesen mindegy, hogy a test az mit tud csinálni és mit nem. Az elején le tudunk borulni, ha lassacskán is, de valamennyit igen. És ezt a tapasztalatot a tudat újra tudja élni. Akkor is, ha a fizikum már egy idő után nem. Az elrontott leborulásról szeretnék. Tehát nem azért, mert rossz szögben borulok vagy ilyesmi, hanem ö, volt olyan tapasztalatom nekem is a leborulástól, például, hogy nagyon frusztrált, ingerlékeny lettem, nagyon kicsit agresszív lettem, és már említetted nem egyszer, hogy a, a gyakorlatból furcsa dolgokat lehet kreálni, hogyha az ember nem figyel oda, és erről szeretném, hogyha... Nagyon jó a kérdés. Ugyanis lehet a leborulást uh, úgy gimnasztikaként gyakorolni, és ezzel nem azt értem, hogy te így csináltad volna, de láttunk olyat, hogy valaki nagyon beleerősített, egy 100 napos elvonulás, napi ezer leborulás és adagját arra használta, hogy még erősebb instruktúrát építsen ki, és még jobban higgyen a saját önképében, és sikerült is, egész addig, amíg az az energia tartott. Ugyanis az irányvétel a legfontosabb. Ezért mondtam az előző kérdésre adott válaszban, hogy az irányvétele a leborulásnak az, hogy kettős pont. És ekkor nem rontod el. Nincs elrontott leborulás. Ha megfelelő a célképzet és a motiváció, akkor az a megfelelő irányba megy. Az, hogy közben a tudat tisztul, hogy az energiarendszer elkezdi dobni fölfelé azokat a karmákat, amiket addig nem tudott, az teljesen természetes. Tehát az egyik legszörnyűbb tapasztalata az, amikor most nem leborulásról, hanem együttérzés mantráról van szó. Énekled a nagy Dáranit, és a legerőszakosabb képek jelennek meg a tudatban, ami hihetetlen. Miért? Mert addig nem láttad, hogy mi volt az akadálya az együttérzésnek. Meglátod, félreteszed, nem teszel bele több energiát, nem ítélsz sem a karma, sem magad fölött, magyarul üresnek látod mind a kettőt, és akkor elhárul az akadály. Leborulásnál ugyanez. Tehát akik ezt kitalálták, azok nagyon tudtak valamit. Ugyanis, ha megfelelő légzéssel teszed ezt, lefelé menet kilélegzel, fölfelé menet belélegzel, akkor a mikrokozmikus energia kört helyes irányba fordítja. Akkor a test előlapján megy lefelé a csí, és a hátán, ugye a hátadon jön föl, és elkezdi ezt az egészet pucolni. És az összes csakra kivétel nélkül olyan tartalmakat dob föl, hogy az ember csak úgy néz, hogy én egy buddhista templomba jöttem, zen gyakorolni, és leborulok, és igyekszem a buddha természet tapasztalatában ugye elmerülni. És ilyen hihetetlen, tehát nincs az a rendező, akit ilyet össze kalapál. Se Hollywood, se Bollywood, sehol. Na, ezek azok a karmikus zárványok, maradványok, amelyeket mosol ki És közben semmit nem szabad elhinni. Se a leborulás kor sem utána. Mert akkor leülsz, és egy kicsit még folytatódik. Ülés közben. Újra nézed. Nagyon komoly hatása van, és hogyha helyes tudattal, helyes célképzettel teszed ezt, akkor nincs hiba. Ha pedig daliásan, tökéletes koreográfiával, de én erősítőnek, minden egyes leborulással egy újabb téglát raksz a falba. Ezt is lehet. A gyakorlat üresség természetű. Amire használod, az lesz belőle. Ezért mondta Pajcsang Zen mester, hogy ha tehén iszza isz meg a vizet, abból tej lesz, ha kígyó iszza meg a vizet, az méreggé változik. Ezért kell nagyon-nagyon tisztán dönteni, és tiszta motivációval gyakorolni. Hogy tudjak egy nem tiszta tudattal tisztán dönteni? Nagyon jó a kérdés. Úgy, hogy letisztítod, és vállalod azt a hibát, amit később észreveszel. Hát, hogy mersz hibázni. Már az, hogy le akarod tisztítani a tudatot, már az egy helyes motiváció. Senki nem várja el, hogy ezt tökéletesen csináld. És hogy rögtön menjen. Tehát törekedj, 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 fáradhatatlanul, buthától, szungszánzen pedig mindenki ezt mondta. Tehát csak tedd, és előbb-utóbb a helyre kerül. Minek higgyek? Mert a paradoxonok előbb-utóbb beszippantják a tapasztalást, mert az érződik, hogyha minél jobban leépíti az ember az énségét, annál jobb lesz a jelenléte, Mint a kettő kizárna egymást. Az önbizalom is. Nagyobb lesz az önbizalom, hogyha elvesz, elvész az ön. És ezek után akkor mi ennek az egésznek azért? Amit elmondtál, csak az. Tehát az ön lecsökken, marad a bizalom. Az ön lecsökken, marad a kép. Az ön lecsökken, marad a valóság. Nem elég? Még kell ehhez értelem? Na, attól lesz rosszabb. Mert állandóan érteni, tudni és egyebet akar. Tehát fölszeletelem. Tehát lábakat festek a kígyóra. Sőt, zoknit is húzok rá, még az se elég, cipőt is adok rá. Kígyó meghal. Mégis kapaszkodni szeretnék valamiben. Maj majd maj leszoksz a kapaszkodásra. A kapaszkodó tudat az az öt nagy hiba egyike. Tehát a ragaszkodó, a kapaszkodó, az azonosuló, az akaró, az ellenőrző, az önminősítő, most egy pár párokon értelmű kifejezés is becsúszott, de ezért mondta Szunk Szánszem, hogy don't make, don't check, don't hold, don't want, don't touch. Tehát ne hozz létre semmit, magyarul ne estualitásokba, ne ellenőriz azt, amit létrehoztál, tehát ne ítélj fölötte, ne kapaszkodj bele, ne ragaszkodj hozzá, és ne akar semmi különlegeset. És akkor nem követjük el ezeket a hibákat. Ekkor térünk vissza a természetes folyamatba, ami a világnak a természetes működése. De ha állandóan magyarázatokat, recepteket és egyebeket keresünk, és nem merjük elfogadni azt, hogy nincs mibe kapaszkodni, akkor állandóan kipányvázzuk magunkat egy képhez, egy intellektuális struktúrához, egy valóságmodellhez, egy elmélethez. És ezek önmagunkban nem rosszak és nem jók, csak nem alkalmasak arra, amit kérdezel. Tehát ha a tudat megáll ebben a pillanatban, tisztán és tisztán látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, érzel, cselekszel és beszélsz, nincs szükség elméletre. A tudománynak szüksége van, a zenének szüksége van, a művészetnek szüksége van. De neked, mint embernek, ahhoz, hogy te tisztán láss és a többi, az nem kell elmélet. Ahhoz tapasztalat kell ezért érezhető úgy az gyakorlat elején az első egy-két évben, mert hogyha kihúznák a szőnyeget a talpadalól, és azt mondják, hogy repülj, és nem találod a szárnyaidat. És akkor hogy repüljek? Már lebegsz, csak még nem vetted észre, mert a szőnyeg az abszolút bizonyosság, az abszolút énkép, az abszolút világkép már ki lett húzva a talpadalól, És meg lehet szokni ezt a fajta relativitást. Meg lehet szokni a pillanatban való jelenlétet. Azt tapasztalom, amiatt a, a, a te útmutatásaid szerint gyakorlok, hogy a környezetemben a helyzetek oldódnak meg, és úgy oldódnak meg, hogy nem látok rá esélyt, hogy megoldódhatna. És utolsó pillanatban mégis megoldódnak, már többször tapasztaltam több ezt, és addig az utolsó pillanatig rengeteg feszültség és félelem gyűl fel bennem. És hogy megoldódik, akkor nem tölt el, hanem beugrik a magyar színszutrából az üresség forma, forma, üresség két sora. Azt akarom megkérdezni, ez öncsalás, illúzió, vagy van köze a két dolognak egymást? Mondja Mi? meg, hát látod, hogy valami működik, nem tudjuk micsoda, de a megoldhatatlannak látszó helyzetek elkezdtek megoldódni. Most én mondjam rá, hogy ez az. Hát már látod, hogy ez az, hát akkor működik. Tessék tovább gyakorolni, nézzük meg, mi lesz belőle. Csináld a napi gyakorlatot, ha több időd lenne, szóljál, adok még, és akkor még jobban megoldódnak a problémák. És nem kell tudni, hogy mitől, az egésztől. Hát honnan jön ez a víz? A kancsóból. És egyébként, hát a csapból. És egyébként a kútból. És egyébként a földből. Azon kívül hát az eső, meg a pára, ami elpárolgott ebből a pohárból, az. Tehát a teljes körforgást kellene látnunk, és akkor működik. Akkor nincsen se zaj, se felesleges magyarázkodás. Úgy működik minden, ahogy kell. Kivettük magunkat, mint abszolút viszonyítási pontot a képből. Akkor jó. Szóval beszéltünk a meditációs technikáról, múltkor interjún kérdeztelek, és uh, hogy a tantjára kell figyelni, és hogy oda kell levegőt venni, és igazából én kicsit mindig szkeptikus vagyok mindennel, és hogy a tantján benne nincs semmi, vagy nem érzek semmit. Tehát, hogy a levegőt sem tudom levenni, mert a rekeszizmom alatt van a köldököm, és csak a beleim vannak igazából. Tehát, hogy, de mert a szív csakrát még tudom, hogy Oké, okay, az érzelmek, tehát, hogyha valami fáj, azt érzem is, de hogy itt lent semmi. És de most ö... vagy semmi, vagy a beleid, az nem mindegy. Hát emésztésben... A beleimet, hát... De csak biológia órára tudom, de nem érzem. Adunk egy kis csípőse tenni, azt érezni fogod te. Miért baj az, hogyha itt nincs létfontosságú szerv? Ez gyönyörű egyébként, mert az, hogy itt belek vannak, meg nincsenek nagy idegdúcok, meg hasonlók, ez egy nagyon jó állapot ez az a pont, ahol az energia teljesen differenciálatlan. Tehát nem jön föl, és differenciálódnak különböző tudattartalmakká, nem megy le, hogy differenciálódjon különböző fizikai tartalmakká, lásd utódnemzés és hasonlók. Miért vagy skeptikus ezzel az egésszel kapcsolatban, mikor működik? Tehát oda fókuszálsz, az teljesen mindegy, hogy fizikailag a tüdőt belélegzel, de itt szépen kimegy a has, amikor belélegzel, és visszamegy a has, amikor kilélegzel. És akkor fejlődik a kis hő, oda leviszed a figyelmedet, elkezdenek tisztulni fönt a hatalmas, többszintű kereszteződések, forgalmi dugók, újjáépítendő körforgalmak, ugye? Ha működik, akkor miért vagy szeptikus ezzel? Azért, mert nem lehet megfogalmazni logikusan. Én ilyenkor a szepticizmussal szemben szoktam szeptikus lenni. És akkor megjelenik a természetes optimizmus. Működik, végső soron nem tudom mitől működik, de működik. Annyit kísérletezek vele, tapasztalhatom nyakra, főre, előre, hát ahogy akarom, és akkor is működik. Működik, ha sétálsz, ha ülsz, ha beszélsz, ha cselekszel, bármikor. De ha elveszted a tant ilyen tudatosságot, elmegy a pillanat, elkezdesz berezdülni, itt fölül, akkor elvész. És ezt napjában többször, akár egy percen belül többször tudod tapasztalni. Úgyhogy megköszönjük taoista ősatyáinknak, hogy a tantien praxist türelmesen, toleránsan párosították a buddhizmussal Kínában több évszázad alatt. És a kombináció eredménye az. -e? Tehát édesapámat alkoholizmusa miatt vesztettem el, 57 éves volt, és szeretnék a karmikus körökre visszatérni. Tehát, hogyha nincs, nem volt lehetősége az embernek, hogy ezeket a karmikus dolgokat felolg tehetem -e ezzel, hogy, hogy elbúcsúzok tőle, vagy, vagy van egy ritus, amit, amit poszthum, tehát halála után az ember megtehet azért, hogy hogy ezeket a karmikus kötelékeket el ö, egyenlítse, vagy... Küldhetsz neki egy segélycsomagot, de attól a karmája lényegileg nem változik. Viszont kaphat energiát hozzá, kaphat belátást hozzá, kaphat segítséget hozzá, de neki ezt le kell dolgoznia. Amikor mi katonák voltunk, egy éves volt a katonaság akkor így az egyetem előtt, és rengeteg segélycsomagot kaptunk a szülőktől, ahhoz, hogy kicsit jobban érezzük magunkat, de attól a szolgálatot meg kellett csinálni az első naptól az utolsóig, reggeltől estig, ami volt, az volt a dolgunk. A szertartásoknak van ereje, tisztasága és így jelentősége is, de a karmát nem veszik el. Jobban sikerül rálátni, esetleg jobb eszközökkel tudsz később hozzányúlni, de ahhoz meg kell születni újra, hogy valami érdemleges történjen. Inkarnálódott állapotban teremtett karmát csak inkarnálódott állapotban lehet módosítani. Van -e az én karmámra ö, valamilyen befolyása? Hogyha... Ha ragaszkodsz apád karmájához, akkor igen, ha nem? Erre akkor a nem. Tanti nsd dihez kapcsolódnék, hogy ezt már egyébként kérdeztem, de még mindig nem tiszta. Ugye, hogyha én Tantien tudatossággal akarok, ez az akarok, hogy, hogy, hogy koncentrálni akarok, ez a szándék, le akarom vinni a dolgot, az nekem az akarat általában megjelenik a fejemben is, sőt a siker élmény is megjelenik a fejemben, tehát rögtön visszaliftezik a, a, a tudatosság a fejembe mert ott, ott úgy otthon érzi magát jobban. Erre talán egy éve, de nem egészen egy éve, azt mondhatod, hogy Hát jó, hát akkor ezt a liftet ezt le kell, vissza kell küldeni. Tehát hogy küldjen vissza, mikor ettől, pontosan ettől az élménytől megy állandóan fel? Beküldelek egy régi típusú székházba, ahol még volt páternoster. És szépen lefele megy ugyanaz a kis cella, ami utána fölfelé jön. Tehát az, hogy ez az energiakör, ez teljessé válik, és tudatossá válik, azon nincsen semmi baj. Tehát a felső csakrák hagyd dolgozzanak. Sose lesz munkanélküli, csak a hozzávaló viszonyod fog megváltozni, hogy mit gondolsz, mit beszélsz, mit érzel, stb. Nyugodtan liftezhet föl, de aztán liftezzen lefelé, és nehogy megakadjon a fejben. Akkor vágódnak ki a biztosítékok. Nem minősítsük adjalat a ilyen tudatosságot, akkor kétszeresen is okunk van röhögni saját magunkon, de ezzel is felesleges energia vészel. Tehát egy idő után az ember azt mondja, hogy jó, elég volt és itt szépen megül ez a nem cselekvő, nem mozduló, nem keletkező és nem múló, és ebből következik aztán minden. Ez mit jelent, hogy kivágja a biztosítékot? Hát, hogy egy kicsit vagy nagyon megszoktak kattanni azok, akiknek az energia megáll a fejében, és ez nem jellemző, hogy hol és mikor történik, inkább az, hogy megtörténik. Tehát, ha megakad az energia a fejben, akkor ott elég nagy kárt tud csinálni. És ezért mondjuk azt, hogy ne ragaszkodj semmihez, hozd le az energiát szépen a test előlapján, a tantienre fókuszálj, leborulás van pont ezért, éneklés van pont ezért, és az gyakorlatban, mivel itt van az alap, és itt nem hozunk létre semmit, nem kapaszkodunk semmibe, nem ragaszkodunk semmihez, nem azonosulunk semmivel, nem akarunk semmit, ezért nem akad meg az energia. Tehát ez nagyon fontos akkor az egészséges körforgás, mint a vízi szépen működik. Hogyha nem zen meditációról van szó, hanem az a meditációk, követett meditációk, vagy elképzelt meditációk, amit normális életben az ember is végezhet, ez nem normális. Hát ez is normális. Ugye? Nem, nem, nem tudom, hogy normális. Nem hiszem. Nem, nem normális. Nem, nem mindenki. Normális. Nem. Jó, akkor maradjunk ennyiben. Nem normális. A dualitásba Igen. bele. Most azt mondom, hogy nem normális, mert akkor mindenki itt ülne, aki. Nagyon sok ember van, aki meditál, de nem mindenki járja a zen utat. Azért, mert nem normális. Vagy én nem vagyok normális, vagy senki se nem tudom. Ez egy nem tudom. A vezetett meditáció, a tárgyas meditáció, a vizuális vagy egyéb tárt tudati tárgyal rendelkező meditációkban nem vagyok illetékes. Nem csinálom. Nem tanítom. Úgyhogy, ha ilyen irányú kérdés van, azoktól kell megkérdezni, akik ezt csinálják, és ezzel szépen, más úton, de tisztítják a tudatot. Lehet, csak minél több az eszköz, annál nagyobb lesz a ragaszkodás az eszközrendszerhez, és annál nehezebb lesz majd félretenni ezeket az eszközöket. Na most a meditációval kapcsolatban nekem is van egy nehézségem ezzel a tantjemmel mert rászoktam, hogy hogy én ide összpontosítok a erre, a Igen, erre A homlokodra? Igen. Akkor javaslom. Szemre. És hogy... nem tudom, hogy az most károkat okoz, vagy. Jelenleg még nem okozott, ahogy hallom ja, a kérdésedből. De Azt javaslom, hogy szépen ide tedd a kezedet, ahol a koncentrációnak a középpontját érzed, és így szépen az érzetet hozod lefelé, 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 és így a kezed először így megáll a tantien, és ide rátapintasz és így Ez egy ilyen biztonságérzet. Itt a köldök tájékán az ember, is, és akkor elkezdesz lélegezni, és érzed, hogy a tenyered is kimegy, az alhassal együtt, amikor belélegzel, és amikor ki. és így az a szokás, hogy a homlokunk közepére összpontosítunk, szépen lemegy az alhasba. Ez nagyon fontos. Ha megint azt érzed, hogy a homlokodba fölszökött az energia a szokás hatalma miatt, akkor megint ide teszed a kezed, és szépen lehozod. Vagy sétálsz egy nagyot, vagy leborulsz több százszor naponta. Bármelyik megteszed. De akkor ez csak egy, a szokás hatalma? Csak. A Csak szokás Hát az, az éppen elég. Tehát van, hogy valakinek semmi extra nincs a karmájában? Tehát, hogy iskolába jártam, rendes családom van, a szüleim idősebbek, együtt élnek, van egy jó munkám, és nem törnek föl ilyen nagy dolgok meditáció alatt. Van, ez pedig az a kérdés, amit a karmáról fölteszel. Az nem szokványos. Tehát valamitől feltetted ezt a kérdést. Minden más lehet szokványos. De ha igazán szokványos lenne, nem ülnél itt. Valami ide hozott. Mi hozott ide? Az nem szokványos. Kíváncsiság hozott ide. Nem elég. Tudod, hány kíváncsi emberét bedugtak kis fejét a darmaterembe, elolvasta az időrendet, belenézett az énekes, és úgy elrohantak, mint a szél. Te meg az X. elvonulásodat vállaltad itt, és az első kilenc napost ez az egy kicsit több, mint kíváncsi. De arra utalsz, hogy van itt még valami? Én nem, hogy van itt még ott valami. <laughs> ami hétköznapinak látszik, és olyan kis egyszerű eseménytelennek, hogyha elkezded megkapargatni és a mélyére nézni, elképesztő dolgokat veszel észre. És ez visszafelé is igaz, amikor ilyen bombasztikus, meg nagyon egyedi, és nagyon blikfangos, és izé, és hogy én, meg nagyon különleges. Így itt megkaparod, olyan egyszerű és világos ott a legmélyén, ha észre merné venni, hogy csak na. Amikor beütött a harc az elemekkel, akkor éppen azt magyaráztat, hogy az embernek a zen kihúzza a szönyeget a lába alól, és akkor azt mondja, hogy repülj, de nem találja sokszor a szárnyakat az ember. Viszont sokan meg, mint az egy Ismaelben is az ember zuhanás közben azt mondja, hogy én repülök. Annan tudom, hogy repülök és nem zuhan. Istennek se csattansz. Tehát repülsz, repülsz, úgy tűnik, hogy zuhan, zuhan, repül, zuhan, repül, zuhan, és nincs csattanás. Sőt, egyre nagyobb tér nyílik meg. Vannak ilyen kis meteorütések, koninterjú, stb. De nincs olyan, hogy egy felületen csatlanás, sőt, látod, hogy hújújúj, ott én mindjárt földet érek, nézed, nézed, eltűnik. Tehát egyre kevésbé valósul meg az azonosulás habitusa a karmával. Tehát elkezdesz valami látottal, belül fölfedezettel azonosulni, azon jön a, jön a föld. Elképesztő gyorsasággal. Úristen, mindjárt zuhanok. Nem, 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 nem. Köszönöm szépen. Nem tudom. Fuh! El is tűnt a felület, már mentél is tovább. A legnagyobb csattanás az, amikor az ember azt gondolja az zen gyakorlatnál, megvan, célhoz értem, beérkeztem, megvan, stb. Akkor ez a megvan, ez a célhoz értem, nekem befejeződött, ennyi elég volt, köszönöm. Ez generál egy nagyon erős gyémánt kemény önelégültség felületet, és ezen csattan egy hatalmasat. Úgyhogy darabokra törik. És utána rájön, hogy hát jobb volt az, amikor ez a felület nem volt meg. Ezért ez az állapot, amely lehet zuhanás, repülés, bármi, vagy lebegés, ez a tartós önkép nélküli, de működőképes személyiség állapota. Mint személyiség működsz, de nincs egókéreg. Határaid vannak, korlátaid nincsenek. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Mihelyt kialakul egy önképpel való azonosulás, ott van a felület, amin csattansz. És hogyha a látás, a nem ragaszkodás, nem azonosulás, nem ítélkezés habitusa által feloldod ezt a felületet, úgy mész rajta keresztül, mint kés vajon, mert eredetileg nem létezik. Eredetileg nincs ott. Ha nem hozod létre, nem szilárdítod meg, nem csattansz rajta. Tértudat tudat vagy én tudat? Döntsél. És ahhoz képes lesz akció, reakció, vagy egyik. más Az közben nincs csattanás de ha legyártasz egy felületet, amire rázuhansz, akkor van. És a félelmeinkből, a reményeinkből, a dualizmusunkból legyártunk egy felületet, megszilárdítjuk, tehát kialakul az azonosulás, és onnantól kezdve egyre közeledsz, 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 és beleállsz a saját önképetbe. Kész. És amíg szenvedésteli tapasztalatok sora után nem akarsz ettől az önképtől megszabadulni, addig benne is vagy. És miután leválasztottál róla, alakul ki megint egy kicsit ez a lebegés érzés. És amikor nem hiszel ebben az önkében, akkor ismét egy tértapasztalat, és akkor megint haladsz az úton, és hogyha bevállalod azt, hogy ennek vége és kezdete nincs, de pillanatnyisága van, és iránya van, akkor nem kell újabb felület, és nem kell újabb csattanás. Belangzott ez a határaid vannak, de korlátoltaid nincsenek. Melyiket szeressük. A korlátokat Mi, vagy a, a határokat. korlátok. Hát amikor azt mondják, rád, hogy korlátolt vagy. Na, azok a korlátok. Azokat nem szeretjük. De a határok azok szükségesek. Tehát uh, milyen emberré vagy képes válni, mit engedsz meg magadnak? mit tiltasz meg magadnak? Mi az a személyiség, amit kiépítesz? Mi az az énség, amivel együtt élsz? Tehát ezek azok az egészséges határok, amelyeket az ember igyekszik betartani. Erről szólnak a fogadalmak, az útmutatások. Hogyan legyünk olyanok, hogy 20-30 év és 20-30 élet múlva is azért azt a személyiséget tudjuk vinni, ne kelljen széttörni, csattanni, dezintegrálódni, állandóan a magasba és a mélybe menni azért, mert nem láttunk valamit, mert állandóan mondjuk a saját kapzsiságunk és dühünk kontrollál. Tehát felismerjük azokat a határokat, amiket nem szeretnénk túllépni. És az út azért út, mert van egy bal széle, meg egy jobb széle. És nem akarunk róla lelépni. De ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi az út, ahhoz főleg az elején hibázni kell. Hogy áttörjük a korlátokat, hiszen a határainkat szerettük volna tágítani. És a ettől nem ugyanaz. Tehát át kell törni a korlátokat, át kell ugorni a korlátokat, de bizonyos határokon, mint ember, mint a megvilágosodásra és mások megsegítésére törekvő nem fogunk túllépni. És ezek nem abszolút értékű tiltások. Ezek felvett fogadalmak, amelyeknek az érvényesülése pillanatról pillanatra a mi dolgunk. Ezért mondja a tanítás, hogy nézd, hogy mikor nyitottak és mikor zártak. Lásd meg, hogy mikor alkalmazod őket helyesen, hogy mikor tartod meg őket és mikor szekheted meg őket. De a határok azok az ok és okozat helyes működése, sőt, az ok és okozat helyes felismeréséből származó benső imperatívuszok, hogy ezt szeretném, ilyennél szeretnék lenni, olyanná nem szeretnék lenni. És ez az autonóm moralitás, a saját belátásból származó etika, amely magamat és mást egyenlő alapon kezel. Úgyhogy nagyon fontos a korlátaink túlhaladása, és nagyon fontos a határaink meglátása. Többször beszéltél már a visszatérő álmokról? Te is. Van egy olyan álmom, ami kb. 20 éve kisebb, nagyobb de folyamatosan kísér. Mi a véleményed, miért? Konkrétan folyamatosan repülök, egy ideje van, nem félek, hogy ütközöm. Barnának a mondani valójából jött a kérdés, hogy csattanok, és utána mégsem. Újabban nem félek, és nem is csattanok, és nem, nincs bennem egyen. De miért van az, hogy mondom, kb. 20 éve? Ez mindig visszajön, visszajön, visszajön. Mert nem lettél pilóta. Ha az lettél volna, akkor szépen megéled a mindennapokban, hogy repülsz, van üzemanyag, jó a navigátor, jó a gép. Repülsz és, és célba is. De te magadnak fölteheted a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Tehát azt már észrevehetted a korábbi darmabeszédekből és közvetlen meditációs tanításokból is, hogy mi nem adunk válaszokat így az ember karmájára, így egyénileg, partikulás, hogy te ez vagy, neked ezért van ez, és a többi. Hanem olyan kérdéseket teszünk föl, és olyan utat mutatunk, hogy te saját magad megtalálhassd a választ ezekre a kérdésekre. És ez bőven elég. Tehát megmutatkozik az út iránya, a két széle, csak menni kell rajta, és a saját tapasztalatod ezt meg fogja mutatni. Ezért szeretem az ent, az első pillanattól fogva felnőttként kezel. Úgyhogy tessék rákérdezni, kérdezni, mikor a reggeli meditáció hűvös nyugalmában, a reggeli előtt korgó gyomrok csendes morajlásában megjelenik a tudattárgya, az álom, és megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És akkor egyszer csak felfedi, azt a képalkotást, azt a gyönyörű mechanizmust, amelytől az az álom az lett, ami. Olyan lett, amilyen. És az a te tapasztalatod. Azt akkor tisztán látod. Jó? Ha már álmokról van szó, akkor mit tegyek azzal az álommal, ahol egy személy jelenik meg, akivel nekem nincs dolgom. tudom, csak hogy van. Hát nincs. Hát, különben miért meg, ugye? Azt de... mondod magadnak, hogy nincs, de valahogy az álmod De Nem tudom, őt. hogy nincs. De akkor miért van ott a tudatodban hát éjszakában? Nem tudom. Nappal azt mondod, nem, éjszakasz azt mondod, igen. Hát hogy megy ez? De nincs ahogy legyen. Ez, ez lehetetlen, hogy legyen nekem dolgom egy olyan emberrel. És az lehetetlen, hogy az álmodban benne legyen? Hát. Ha hát benne van, hát akkor. Ha tényleg bezárod az ajtót valaki előtt, az biztos, hogy nem tud bejönni. Álmodban beengeded, nappal meg kizárod. Hát hogy van ez? És akkor mit csinálja? Fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi a dolgom vele? Vagy amikor az álomban megjelenik, felteheted azt a kérdést, hogy mit keresel itt? Tehát azzal alszol el, azzal a kérdéssel, hogyha megjelenik ez a személy, akkor ezt a kérdést fogod föltenni neki. És hogyha megvalósul, akkor az álom visszajön az ébrenlétbe, emlékezni fogsz rá, amikor fölébredsz. Ha pedig nappali éber tudattal szeretnéd megoldani, akkor az már egy befelé, saját magad felé irányuló kérdés, mi dolgom vele. És hogyha tényleg semmi, ha akarat nélkül a tudat terében nem mozdul meg semmi, nem taszítod, nem tiltod, nem zárod ki, és még úgy sem jelenik meg semmi, akkor tényleg valami korábbi habitusnak az echoja, a víz hangja is el fog tűnni. De hogyha valamit a tudatod a felszínre dob, akkor annak az okát meg kell látni, azt a csapot elzárni, hogy az a víz ne folyjon. Mert úgy tűnik, hogy a nappali éneddel elfolytod, az éjszakai éneddel pedig az álomban visszaengeded. Miért? Mert nincs tudatos gondolkodás. Nem tudod a dualista gépezetet úgy működtetni, hogy ez ne jelenjen meg. Tehát nem tudod elfolytani. Úgyhogy tessék a kérdésekkel, akár éjszaka, akár nappal a végére járni ennek. Miért? Mert felesleges energiát veszel ez az állandó mozizás. Még csak azt szeretném megkérdezni, hogy uh, számít az, hogy uh, nekem úgy esik jól, hogy én este gyakoroljak, és ne reggel lefekvés. Hát hogy ne számítanát, hát akkor reggel neheze. Tehát essen jó reggel is, akkor könnyebb. Jó? Délben is, az, az nagyon jó, mert evés előtt, az étkezés előtti gyakorlás, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. A reggeli is olyan, hogy reggeli előtt van. A déli pedig ebéd előtt van, viszont az esti az vacsora után meg kell szeretni mind a kettőt. Mind a hármat. Végezetül azt szeretném mondani, hogy nagy örömömre szolgál, hogy ennyien együtt vagyunk, különböző országokból, különböző anyanyelvvel, nagyon különböző karmával, de teljesen egy irányba mutató gyakorlata, hogy érjük el a felébredést, és szabadítsuk meg magunkat és másokat egyaránt a szenvedéstől. Remélem, hogy ez a 90 napos elvonulás, amelynek épp az első hetén vagyunk túl, mindenkinek ezt a célt fogja szolgálni. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk.